Tiszaeszláron már kivégben állt a búza szombaton reggel. A helyiek tudták, hogy nem lesz kegyes az időjárás, így pár nappal az arató nap előtt a száraz melegben elkezdték a kenyérnek való betakarítását. Máskor kiszoktunk menni a búzaföldre, és kaszával vágtuk le, de most sajnos az idő azt nem engedte meg, hogy ilyen esős időben kaszáljuk is a gazt. Ezt levágtuk már egy héttel korábban, megéreztem, mondtam a polgármester, vágjunk le kévét, mert nem biztos, hogy jó idő lesz szombatra. Hát be is vált a gondolatom. Július az aratás hónapja, a hagyományok szerint Péter és Pál napján már járták a búzamezőket, és ha vágásra éretnek tartották a búzát, kezdődhetett az aratás. Az aratónap a magyar kultúra értékes öröksége, a vidéki emberek ma is őrzik annak hagyományait. Ha az aratásról kezdjük, egy kaszás ember, volt utána egy marokszedő, egy kévekötő, ezek egy holtföldet reggel 8 órától este 10 óráig le kévébe berakták. A munkából mindenki kivette a részét. Egy ilyen csíplőgépet 40 évvel ezelőtt használtak, ma már igazi látványosságnak számít a modern mezőgazdasági gépek között. A cséplés után már látszott a búza minősége, amire Szabolcsban nem lehetett panaszkodni, mondják. Kiváló kenyérnek való lisztet őröltek a búzából. A tiszaeszlári aratónapon is készültek finomságok. Kenyeret többféleképpen lehet sütni, itt a kemencében kenyérlángost kóstolhattak a rendezvény résztvevői, és többféle hagyományos étel is készült ebédre. A szabolcsi családok többnyire a mezőgazdaságból éltek meg, ma is sokan dolgoznak az agráriumban, de a kisebb településeken igyekeznek máshol is munkahelyeket létrehozni a vidéki lakosság megtartása érdekében. 2 évvel ezelőtt sikerült egy varodát létrehoznunk, és itt jól keresnek az emberek, és folyamatosan azon vagyunk, hogy más jellegű munkahelyeket is teremtsünk, tehát folyamatosan, de nagyon nehéz, mert még a Dunántúlról is menekülnek a vállalkozások, aki nem kap milliárdokat évente, keleti részről pedig nagyon, de mi mindent elkövetünk, azt tudom mondani, és mindent megpróbálunk. A hagyományőrző rendezvényre gasztronómiai és kulturális programokkal is készültek, délután népi mesterségeket mutattak be, és koncertek szórakoztatták a közönséget.